Június 23-án jelent meg a HUNG 2017 kódjelű pályázati felhívás. A több mint 220 millió forint keretösszegű legújabb Hungarikum pályázatnak 4 célterülete van, tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktárbizottság alelnöke. A pályázati célok közül mindenképpen kiemelném azt a pályázati célt, amely a helyi, meglévő helyi értékekhez, a már gyűjtött helyi értékekhez kapcsolódik, és azokhoz a hagyományosan megrendezett rendezvényekhez, amelyeket települések vagy akár tájegységek már hosszú évek óta szerveznek, és ezeken a rendezvényeken ezeket az értékeket, legyen az akár települési vagy megyei érték, bemutathatják, és erre akár a rendezvényre, illetve a bemutatásra is lehet igényelni forrást, egy és 2 millió forint közötti összegig. Ilyen rendezvény lehet például a Beregdaróci Kenderes Napok is, hiszen itt több megyei értéket, például a beregi keresztszemes hímzést és a beregdaróci vászonvirág készítését is bemutatják. Pályázók közt a települési önkormányzatok szerepelnek, a civil szervezetek, illetve akár gazdasági társaságok is nyújthatnak be igényeket, illetve külön megemlíteném a harmadik pályázati célt, amelynek a neve a hagyomány a divatban. Tehát itt olyan motivumokat lehet megjelentetni új kollekciókon, amelyeket akár a hétköznapi viseletben, vagy akár ünnepi viseletben is meg lehet mutatni, itt természetes személyek pályázhatnak. A célterületek közt szerepel még új települési tájegységi értéktárak létrehozása, valamint a hagyományos népi mesterségek kihaló félben lévő szakmák továbbörökítését célzó programok, alkotótáborok szervezése.